Nekünk megmondta a főnök, hogy ha ő rajta múlna, az egész fa miénk lehetne. Az egész gajfa. Igen, és azt mondja, a polgármester beleszól, belenyújtsa a kezét. Nyíregyházán három helyen dolgoznak közmunkában emberek. Van olyan terület, például a Mátrai Vízügyi Hatóság területe, ahol nem az önkormányzat a munkáltató, hanem a vízügyi hatóság. Gajakat szedünk, tisztítsuk a patakot, az árkot. És mindazokat a fákot kivágjuk, aki az árvíz esetén felfognál mindazokat a gajakot, mindazokat a sodrásokat, ami árvizet okozhat a településen belül. A vízügyi hatóságához kirendelt emberek először belterületen dolgoztak, ami azt jelenti, hogy Gyöngyöspata határain belül, de a patakpartot tisztították, ami nyilván a vízügy kezelésébe tartozik. Legelső hónapban legyött a polgármester, legyött vagy 4-5 emberrel, nyugodtan legyünk, kapunk fát, és utána nekünk meg beintettek, hogy mi egy darabot nem kapunk. Amikor elkezdtük, akkor én bementem az önkormányzathoz, és megkérdeztem, hogy igényt tartanak-e a fára. Azt mondták, hogy nem, aztán meggondolták, azt mondták, hogy igen. Egy óraszáig volt az engedély. Mert megengedélyezte, mihez szedtük volna össze, már jöttek is, hogy hagyjuk abba az egész, egy darab fát nem lett elvinni. Csak ennyi. Ennyi, ez volt az indok. Erken, Tarnaméren, Tarnőrsön, Jászdózsán, Karácsondon, Nagyfügeden, Adácson, tehát ott mindig az a brigád, aki kiteremeli, az hazaviheti a faanyagot. Amikor külterületre értek ezek a munkások, akkor egyértelműen az volt az álláspont, hogy kapják meg a fát, hiszen az önkormányzatnak semmilyen köze nincsen ahhoz, hogy ki ez a fa. Már innentől fogva már az önkormányzatunk meg van bomba a fájlvitel. Mivel ők ugye fát nem kaptak, úgy döntöttem, amikor kijöttünk az belterületről, ugye ez külterület, tehát ehhez az önkormányzatnak semmi köze nincs, hogy ezek a dolgozók fogják a fát itt megkapni. Én megírtam a polgármester úrnak, hogy ezentúl ne jöjjenek ki a fáért, mert mi kívánjuk hazavinni, ő hivatkozott itt helyi rendeletre, tehát ugye ez nem vonatkozik oda. Úgy látom, hogy a jegyző úr ezt megértette, a mai nap megbeszéltük vele, hogy egyetértve, amit leírtunk. Akkor mostantól a munkások hazavihetik elvileg a fát. Tehát ez úgy fog működni, hogy ellenőrzött legyen, hogy én bevitettetem Gyöngyösre, és amikor összegyűlik a fa, akkor mindenkinek így ellenőrzött lesz, hogy ki az, aki meg fogja kapni. Tulajdonképpen feljelentést tettünk. A jegyző úr telefonon elismerte, hogy tényleg nincs hozzá joguk, hogy elvigyék onnan a fát. Viszont csak eltávolításra került onnan a fa. Pénteki napon szóltak nekem késő este már a dolgozók, hogy elvitték megint a fát. Valószínűsíthető, hogy az önkormányzat vitte. Le is festették, úgyhogy az önkormányzat szokta ilyen színűre festeni a fát. A vízügyi hatóság nyilvánvalóan nem akar további feszültségeket kelteni, azért azt a megoldást választotta, hogy az embereket más területen dolgoztatja. Még 3 napot dolgoztunk úgy, ahogy dolgoztunk ott azon a területen, de attól kezdve, hogy kijelentettük, hogy a fát mi fogjuk elszállítani, attól kezdve gyakorlatilag lehetetlenné tették a munkát Gyöngyöspatán. Tulajdonképpen a valahonnan hozott mezőőrnek kinevezett, nem tudom kicsoda, állandóan zaklatta az embereimet. Ott az önkormányzatnak az embere is majdnem tetlegességig fajult ott a dolog. Ha van egy munkaterület, és ennek a munkaterületnek van, hogy úgy mondjam, egy gazdája, senki másnak nincs ahhoz joga, hogy bármit is ott intézkedjen. A kitermelt fát se adományban, se támogatásként, se szociális juttatásként semmilyen módon nem vihetik haza az emberek. Én mondtam neki, hogy jegyző úr tudja, hogy megígérte nekem, hogy segít abban, hogy kapok majd tüzelőt, mert hogy egyedül nevelem a 3 kiskorú gyermekemet. És mondta azt, hogy igen, megígértem, de sajnos én is ember vagyok, ő is tévedhet. Nem egészen világos, hogy mi az önkormányzat célja ezzel. Ami látszik, hogy olyan lehetetlen helyzetbe hoz családokat, illetve embereket, már most is ugye -3-5 fok van, hogy ne tudjanak fűteni. Van, ahol vannak gyerekek, 1-2-3, több gyerekek, azoknak nem engedi eltüzelni. Mert eltüzelni szíves, én is hazavinném például innen minden. Nem arról van szó tehát, hogy adják az önkormányzattól ide a fát, csak azt adják ide, amit végülis jogosan jár, megérdemlünk. Én úgy gondolom, ami megdolgozunk, nem azt mondtam, hogy az egészet, de most bevittek oda 100 mázsa fát, szerintem 10 mázsa fát megérdemelik minden ember, aki dolgozott azzal a fával. Más önkormányzatoknál is adódtak problémák? Nem, tehát ilyen problémák nem adódtak.